Sziasztok, üdvözlöm mindenkit, ez itt a Rövidlapos Podcast, és hát a második portrénkhoz el is hoztunk nektek az egyik legnagyobb magyar tehetséget, ha mondhatom ezt, úgyhogy köszöntelek itt, Lendel. Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. És természetesen állandó társam Marci, te is itt van, nem feledkeztünk ám meg rólad. Sziasztok! Úgyhogy gyors intro, és utána kezdjük is, mert rengeteg kérdésünk van neked. Alig várom. Sziasztok, én Szűcs Márton vagyok, és itt van velem Kertész Bence, és ez pedig a Rövidlapos Podcast első adása. Mi a negyed döntőre készülünk, teljesen mindegy, hogy ki az, aki jön, ott azt a mérkőzést meg kell nyernünk, ott nem hibázhatunk. Hát mindenképpen győzni mindig jó. Forgassák le a következő Terminátor filmeket. És szia Vanda! Sziasztok! Ilyen évzáró és évadzáró adás. És már vissza is tértünk. Az első kérdés nagyjából az lenne, hogy az évek alatt mikor vált neked igazán komoly dolog az labda? Vagy mikor vált úgy fontossá, amikortól így profinak, vagy ilyen tényleg nagyon komolynak érződött? Hát az igazság, hogy visszamennék a legelejére, mert én egy eléggé sportos családból származom, a szüleim is, nagyszüleim is elég nagy eredményekkel bírnak, és így a családunkban ez egy olyan, nem is tudom, automatikus dolog volt, hogyha valami sportol majd a gyerek, akkor azt majd komolyan fogja csinálni. Én annó az öcsémmel elég sok sportot kipróbáltunk, nyilván fiúként focistunk, aztán voltam úszni sokat, teniszeztünk is, azt nagyon szerettem, és aztán apukámnak a hatására jutottunk ki a vízilabdánál, ami nekem, meg a Vincenek is egy ilyen nagyon menő dolognak tűnt vízilabdásnak lenni. Nyilván volt egyfajta ilyen ideál a vízilabdásokról, hogy magasak, nem tudom, erősek, szeretik a lányok őket, menők, illetve hát jó sikereket is lehet elérni, hiszen tudjuk, hogy a magyar vízilabdában számtalan nagyon nagy eredményünk van, úgyhogy igazából amikor elkezdtem vízilabdázni, ez 2011-ben, még a Kópéban kezdtünk, ott igazából onnantól kezdve szerintem elég komolyan vettem, és akkor már, ahogy a kérdésedre válaszolva, hát nagyon szerettem csinálni, és nagyon sok energiát is raktam bele az elejétől kezdve, szóval nem az volt, hogy egyszer csak így átbillent, hogy na jó, akkor mostantól komolyan veszem, és akkor nagy célokkal, hanem igazából amikor elkezdtem vízilabdázni, nagyjából tényleg egy hét múlva nagyjából tudtam, hogy oké, most már tényleg kipróbáltam sok sportot, és ez a sport, ami úgy nekem tetszik, és ebből szeretnénk majd elérni szép dolgokat később. Hát ezt szépen összefoglaltad. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ez, hogy a lányok szeretik őket, ez hány éves fejjel jött meg? Hát ezt így azért mondták a családban is, ez a hír járta a vízilabdáról, azóta sem panaszkodhatok, már van egy nagyon kedves barátnőm, de tényleg azért szerintem minden vízilabdás elmondhatja, hogy azért úgy menőknek számítanak a parton is. És akkor egyből komolyra fordítva a szót, hogy hát kicsit komolyabbra, kicsit az utánpótlás korodtól most közelebb megyünk a jelenhez. Volt neked egy nagyon nagy név edző, nagy nevű edző, Benedek Tibor, ugye háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, ki minden megnyert. Milyen érzés volt az neked, hogy te, és példaképként is tekintettél, hogy vele együtt dolgozhattál, mennyire volt ez megfélemlítő esetleg, vagy motiváló, vagy ilyesmi, hogy ő áll a parton? Hát itt most nagyon sok mindent lehetne mondani. Igazából az jut eszembe először, hogy apukám is vízilabdázott, és egy nagyon rövid ideig volt a Benedek Tibornak a csapattársa, és amikor mondtam előbb nektek, hogy ugye a családban a vízilabdáról sokat volt szó fiatalon is, akkor nyilvánvalóan így a mesterről is nagyon sok szó esett a apukámon keresztül, hiszen ő látta azt, hogy ő milyen munkát végzett, azt, hogy meg hát ilyen hihetetlen történeteket mesélt, amit így talán nem is lehetett elhinni, hogy ő ezt tényleg megcsinálta, amíg akár a többiek már mind ebédeltek, ő még mindig ott úszott magában, és úgymond idézőjelben a többiek nézték, hogy mit csinál még ott bárki, és hogy nyilván ő belül lett aztán a legnagyobb játékos, szóval meg lett az eredménye. Én nekem, meg a Vincenek is egyébként ez mindig is imponált, úgyhogy
már így előtte volt egyfajta úgymond kapcsolatom a mesterrel, az érészemről, hogy én tudtam, vágytam az ő személyiségére, hogy egyszer valamilyen úton módon együtt dolgozhassunk, és hát emlékszem, hogy egy nagyon szerencsésnek éreztem, akkor aztán tényleg odaigazolta a felnőtt válogatott után az UVS-ébe, a szakmai igazgatónak, és hát akkor onnan kezdődött el igazából a közös munka, ami ott tényleg akkor úgy fogtam fel, hogy az a tényleg az életem legszebb 2 éve volt, nyilván nem éltem még olyan sokat, akkor voltam 18 vagy 19 éves, de tényleg egyszer minden edzésre imádtam lejárni. Eleve egy olyan csapatban voltam az UVS-ében, ahol az összes játékos velem egyidős volt nagyjából, és együtt nőttünk fel, szóval ilyen legjobb baráti kapcsolatban voltam mindenkivel, és tényleg egy nagyon jó környezetben motiváltak voltunk, azért sok tehetséges fiatal volt, akik azóta tényleg nagyjából mindannyiunk top csapatokban játszanak, ott van a top 4-ben, vagy akár külföldön, Amerikában is egyetemen játszanak, úgyhogy egy jó kis korosztály volt, mellé egy iszonyatosan nagy legendával a parton, akitől nem csak a vízilabdáról, de tényleg az élet bármilyen területéről példát mutatott nekünk, és lehetett tőle tanulni. Úgyhogy nem is tudom, tényleg órákig lehetne a mesterről beszélni, én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, és hát tényleg nap mint nap, a mai napig eszembe jut egy nehezebb edzésen, gondolok rá, vagy akár motivál, egyszerűen nyilván nagyon sok közös erekém van, vagy amiket tőle kaptam, vagy közös kép, vagy valamilyen olyan emlék, amiket azért fontosabb meccsek előtt, vagy emlékszem például, amikor tavaly először játszottam a egyetemes felnőtt válogatott meccsét, akkor így végigfutottam ezeken, és az is egy ilyen számomra egy ilyen nagyon megható pillanat volt. Igen. De azért azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a legtöbb riporter általában róla kérdez. És nyilván ő egy olyan legendája a vízilabdának, aki megkerülhetetlen, és egyszerűen tényleg nem lehet egy rossz szót sem szólni róla. Ugyanakkor viszont előtte volt nekünk, nem tudom, 5-6 edzőnk, aki már foglalkozott velünk, és úgymond én azt nem, és mindig róla kérdeznek mesterről, és ritka, és a többiek, nem tudom, hogy ti készültetek-e, de én mindenképpen megemlíteném, hogy azért ott előttünk voltak olyan edzőim, akiktől szintén rengeteget tanultunk, és azért volt az, hogy amire odaértünk az ifi korosztályba, ez a korosztály addigra azért mindenki egy nagyon tehetséges, jó játékos volt, és azt tudta még mester tovább csiszolni, és tovább segíteni a mi útunkat, amikor oda kerültünk a felnőttnek a felnőtt korosztály határához. Úgyhogy azért az egy egész klub munkája volt, aminek aztán tényleg a gyümölcsein még ott volt a tetején a mester is. Én még ehhez kérdeznék, hogy akár a mester, akár a többi edzők, mi az, amivel a többiek fölé emeltek titeket, mert ahogy mondtad, és ez szerintem nagyon egyedülálló, hogy az a csapat, amelyik ugye serdülő bajnokságot is nyertetek, és bajnokságot is nyertetek, hogy gyakorlatilag tényleg abból a keretből mindenki top csapatokban játszik, sőt egy rendkívül fiatal csapattal bejutottatok ugye a legjobb 8 közé is, aztán a Covid ezt elvágta, hogy mik voltak azok a pluszok, mert szerintem ez egészen páratlan, tehát hogy volt már minden évben valaki megnyerzi a bajnokságot, de így, hogy gyakorlatilag mindenki nagyon messzire viszi szakmailag, ez biztos, hogy a párját ritkítja, és hogy mi volt az, mert gondolom nem csak szakmailag, hanem emberileg is vannak olyan dolgok, amik ide emeltek titeket, pedig még mindenki a pályája elején van. Igen, hát ahogy mondtam, azért tényleg szerintem a legjobb utánpótlás szakemberekkel dolgoztam végig az egész utánpótlás éveimet, itt akár Bencúr Marci, Dávid Zoltán, Kovács Robi, vagy a felnőtt válogatott másodedző Németh Zsoltot is megemlíthetném, vagy Tóth Zoltán, akik tényleg olyan alapokat fektettek le, mind fizikálisan, mind taktikailag, meg technikailag is, hogy az óriási lehetőség volt számomra. Én azért most már így, nyilván most is fiatal vagyok, de azért egyre több ilyen utánpótlásra látok rá, és talán azt a fajta munkát nem is látom, amit mi ott annó végeztünk. Illetve hát a sok jó edző mellett, mondom, az szerintem az volt, ami még kulcsa volt ennek a korosztálynak, hogy tényleg nagyon motiváltak voltunk. Voltunk eleve többen ügyesek, és az, hogy több
jó játékos volt egy csapatban, az így egyfajta ilyen rivalizáció, meg egy ilyen versenyhelyzetet alakított ki a csapaton belül, az, hogy egyre jobbak legyünk, hogy lenyomjuk a másikat, akár úszásokon, edzéseken, illetve hogy tényleg aztán mindig mi nyerjük meg a bajnokságokat, amiket éppen tudtunk, és egymást tornáztuk fel, illetve ez nem tudom, hogy minek volt köszönhető, hogy tényleg szerencsésen alakult, mert olyan gyerekek voltunk, nagyjából mindannyian, akik szerették a szabad idejükben is a vízilabdát, szóval jártunk ki közösen rengeteg mérkőzésre, amit egyébként például most már egyre kevesebbet látok így a fiataloknál, hogy tényleg mi ott minden rangadon kint voltunk, akár a ser, nagyon sokszor csináltuk azt, legfőképpen például az öcsémmel, hogy nem tudom, voltunk gyerek B, gyerek A korosztály, és akkor azok ugye azt hiszem még szombatonként vannak azoknak a meccsei, és vasárnap vannak ugye az országos, a gyerekserülő ifi meccsek. És mi szombaton lejátszottuk a saját kis meccseinket, és utána minden egyes szombaton mentünk az UVSE hazai meccseire, a serülő gyerek ifi meccset, vagy serülő gyerek ifi meccset végignéztük, mind a hármat, és hát amúgy is nyilván feljebb is jó korosztályai voltak az UVSE-nek, ott voltak, hát ugyan anno a 2014-ben nyertek ifi VB-t, az volt hiszem az utolsó ilyen ifi utánpótlás esemény, amit meg sikerült nyernie valakinek, és abban a VB csapatban volt szintén azt hiszem 5-6 UVS, és úgyhogy nagyon jó korosztályok voltak előttünk, és akiket tudtunk nézni fiatalon. Illetve pedig az, hogy tényleg egy jó mag volt, ugye mi is anno a Vincével UVS, vagy a Kópéban kezdtük, és elég hamar oda csatlakoztunk az UVS-hez, aztán jött Vámosi Bertold is még hozzánk, ugyanúgy Konarik Ákos kicsit később a serülőben csatlakozott csak hozzánk, úgyhogy még ezek az ilyen plusz ilyen becsatlakozások is segítették szerintem azt a versenyhelyzetet, amit előbb mondtam. És akkor már át is kötünk a Fradira, és hát egy kicsit viccesebb kérdéssel terveztünk átkönni, de mivel most ennyire belementél így a szakmai dolgokba, én azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire zavart meg téged, vagy nem is zavar meg, hanem mennyire volt erős váltás, mert az köztudott, vagy hát híres arról Varga Zsolt, hogy az ő edzései az inkább egy kiképző tábor, nincsen vízilabda edzés, hogy említetted, hogy nagyon nagy terhelést kaptatok, és akkor nem volt meglepő számodra ez, hogy ilyen komoly terhelésbe mész bele, vagy azért voltak meglepetések? Hát mindenképpen másfajta munka volt teljesen, mint amit az UVSE-ben csináltuk. Már csak azért is, mert az UVSE-ben fél profi csapatnak mondanám, amit ott csináltunk. Ez nem azért, mert nem voltak meg minden lehetőségünk, meg volt, csak egyszerűen olyan fiatalok voltunk, hogy mindannyian még iskolába, a gimnáziumba jártunk. Itt nem tudtunk például kettőket edzeni, ami azért egy nagy hátrány az OB1-es mezőnyben. Egyedül úgy tudtunk, hogyha reggel 6-ra jártunk le suli előtt, akkor ott lenyomtunk egy-másfél órát, és utána suli, és utána tudtunk délután. De hát azért ezt nem lehet olyan sokat beválni egy héten, mert azért ezt nem bírja a szervezet, bármennyire fiatal is valaki. Úgyhogy abból is csak egy-kettőket tudtunk így kettőket edzeni a héten. És hát amikor meg úgy volt, hogy bejött a Covid, nem tudom, 2020 februárjában, és akkor én már tudtam egyébként, hogy a következő szezonban a Fradiban fogom folytatni, és ott még volt egy-két hét edzés az UVS-ével, majd utána teljes lezárás volt ugye az egész országban. Csak adódott egy olyan lehetőség, hogy mivel amiután kiderült, hogy amúgy a bajnokságot is lefog, vagy vége lesz, és lezáratlanul abban marad, akkor felmerült az ötlete a Fradiban a vezetőségnek, hogy mi lenne, hogyha akkor én már előbb elkezdeném ott a munkát, hiszen a Fradinak volt egy olyan lehetősége, hogy mi a saját uszodájuk van, nagyon el tudtak különíteni mindenkit, komoly tesztekkel, meg ilyen vizsgálatokon keresztül be tudott menni a vízilabda csapat, csak a felnőtt csapat, és akkor tudtunk edzeni külön, és akkor ott megkérdezték, hogy akkor nem tudok-e ott edzeni én már hamarabb, mielőtt amúgy a szivatalosan lehetne, és akkor ebbe az UVS-e is belement. Nyilván jobb volt nekem is, én amúgy pont akkor érettségiztem, de hát jobb volt elkezdeni hamarabb az edzést és visszarendülni, mint hogyha kihagytam volna, nem tudom, 3 hónapot teljesen. Úgyhogy és akkor ott az elején volt az, amiről igazán kérdeztetek, hogy Zsolt, bár én is hallottam, hogy tényleg nagyon komoly edzéseket tud tartani. Attól függetlenül, hogy egy jó úszónak tartottam magamat már akkor is, és bíztam abban, hogy
hogy jól fogom bírni, meg igyekezni fogok nyilvánvalóan, és emlékszem, hogy akkor azért nyilván a felnőtt csapat már kicsit lazábban edzett, hiszen nem volt semmilyen bajnokság, csak ilyen szinten tartás ment. Ugyanakkor a fiatalok, például én, meg Nyíri Balázs, meg Fekete Gergő, aki szintén akkor jött, úgy volt vele zsorban, hogy jó, hát minket lehet terhelni, meg itt az idő fejlődni, itt van akkor... Mondod bele a válmaság, a dumi ott passzolgat, meg ott úszta mellett. Igen, egyébként tényleg nagyjából így kellett elképzelni, hogy tényleg az idősebbeknek lazább volt akkor talán valamivel, nekünk meg tényleg nagyon kemény edzésekbe beleálltunk, és emlékszem, volt olyan edzés, ami tényleg olyan volt, hogy ezt nem hittem, hogy ez tényleg létezik. Eleve újfajta úszás volt, szereti Zsoltbá például az olyan fajta úszásokat, hogy ilyen kettőben letaposunk, ilyen 5-10 kilóssal, és ilyen fél percig, és abból úszni mondjuk egy 200-at, és akkor az valamennyi. Ahogy ez kicsit jobban imitálja a meccs szituációt, mert hogy akkor lábtempózó, és akkor abból úszni. És akkor mondjuk ebből úsztunk, emlékszem, nem is tudom, talán 4 darab 200-at, de úgyhogy mindegyik között ilyen kettőből. És akkor ez volt 1/4, és hát ugye 4/4 a meccs. Sőt, volt olyan, hogy akkor mi a 4/4, akkor jobban kell bírni, akkor úszunk 5/4. Szóval tényleg olyanokat úsztunk, hogy egyszerűen nem hittem el, illetve akkor úsztam először olyan levegős úszásokat, hogy nem csak úgy általában mindenhol úgy szoktunk, hogy mit tudom én, 3-5-7, meg hogy megvan adva, hogy 5-ös levegő, 7-es levegő, akár 9-11, stb. Hát itt az volt kitalálva, meg hát azt is mai napig szoktuk alkalmazni, hogy mit tudom én, 100 méter, mondjuk 10x100, és az elején 8 levegővel kell leúszni egy 100 métert. Ez azt jelenti, hogy amikor elindulsz, akkor már az első, ahogy elrugod magad a falta, az már egy levegőnek számít, szóval maradék, már csak 7 levegőd maradt az egész 100-ra, azt úgy osztod be, ahogy akarod, de hogy azon belül kész. Inkább ahogy tudod, nem? Hát ahogy tudod, igen, de egyébként még a 8 levegő, azt mondom, hogy az ilyen, mi a 25-ösben úszunk, hogy az nagyjából 2 levegő per hossz, úgyhogy azt ki lehet bírni, de mivel 10x100 van, azt ugye csökkentjük egyre a levegőket, és hát talán nekem a rekordom az, hogy 3-ra mentünk le, szóval az utolsó 200-at, még 2-esével menjünk, hogy 8, levegővel az első 2, akkor utána a 7, 6, 5, 4, és akkor a végén meg már nagyjából ahogy bírod, amilyen kevéssel csak bírod. Hát igen, és akkor ott volt az, hogy például a Szilit néztem, hogy amikor 3-as levegővel, vagy 3 levegővel úszom át a 100-at, úgyhogy már előtte úsztam mondjuk 8-at, akkor az tényleg, szóval azt szoktam mondani, egyébként Zsoltban érdekes, hogy könnyebb, hogyha lazán úszol, és nem küszködsz. Hát de én egyszer megfulladnék szó szerint, hogyha nem tiszta erővel úsznék, és emlékszem, hogyha néha 3-mal megcsinálom, akkor ilyen 58-59-re szoktam beérni, mert különben meghalnék. És utána a Szili van például, hogy ő leúsz a 2-vel, amit én az nekem már tényleg az lehet. Az azt jelenti, hogy ahogy elrúgja magát, akkor úszik 2 host, bukóval, levegő nélkül, ott vesz még egyet, és akkor még 2. Én ezt nem tudom elképzelni. Illetve az elején azért tavaly például ott volt az Alánki Gergő, aki hihetetlen jól tud úszni. Én azért így az utánpótlás éveimben legtöbbször nem azért, de tényleg eleve nagy úszom múltammal ezt hozzá kell tenni, úgyhogy jó technikával úszom, meg amúgy sem jó a vízfekvésem is, illetve nem is vagyok olyan hatalmas, úgy értve, hogy ilyen nagyon nehéz, szóval úgy jól bírom, illetve kevésbé is hasonlom, így azért tényleg mindig a legjobb úszók között voltam általában. Azért itt emlékszem is volt egy ilyen interjúm a legelején a Fradinak, hogy azért itt fel kell kössem a gatyámat, hogyha az első között szeretnék lenni. És tényleg az elején ezek nagyon kemény edzések voltak, és akkor elkezdődött az, hogy ott onnantól volt az, hogy napi 2-ket edzem egyfolytában, és azért az, emlékszem az elején, hogy tényleg megterhelő volt. Nem gondoltam volna, de valahogy úgy jobban megterhelő volt, mint számítottam rá. És hát nyilván ehhez is úgy nagyjából hozzászokik az ember, meg azért az egy olyan időszak volt, ahol tényleg belefért bármennyire kemény munka, hiszen nem volt meccs, nem volt semmi olyan, ahova ki kellett pihenni magadat, úgyhogy belefért fiatalként sok konditermi edzés, nyilván nekem erősödnem kellett, illetve hát mindig lehet még hova fejlődni, úgyhogy az egy keményebb időszak volt, azért azóta, főleg egy ilyen szezonban, amikor ennyi meccsünk van, utazunk mindenhova, akkor
akkor kicsit visszaabb veszünk, meg azért nem teljesen ezek az úszóedzések folynak, de például érdekes most újra ezen a héten volt ilyen kettőbelles úszás, meg 12x200, meg nem tudom. Úgyhogy most is egyébként kicsit fáradtkes vagyok, de most van egy hosszú hétvégén majd pihenni. Visszatérve egyébként örülök, mert most arra viszont oké, el is ment az Alesz, az a legjobb úszó mondjuk, de azért most már így a legtöbbször a sorozatokban előtt tudok úszni úgy magabiztosan. Aztán nyilván én egyébként a sorozatokat jobban bírom, hosszú távon jó vagyok. Azért, hogyha egy darab százon, egy darab kétszázon, akkor azért vannak olyanok, akik még mindig meg tudnak sajnos verni. Fradiba igazolásról beszéltünk. Az érdekelne, hogy gondolom azért egy olyan szezon után, amit ott jöttetek az UVS-ével, több megkeresésed is lehetett, ezt feltételezzük. Ha nem is mondtad, hogy kik kerestek meg, bár te jó lenne, akkor arra lennék, hogy miért pont a Ferencvárost választottam. Jó, hát elvált, ugye még előbb beszéltünk, hogy én szeretem a vízilabdát nagyon, és szeretek mindenféle podcasteket, meg videós interjúkat nézni, meg stb. És sosem szerettem azt, amikor így titkolózik valaki, vagy így nem mondja el nagyon, és ezzel szerintem nem fogok senkit megbántani, meg nem problémára, vagy két évvel ezelőtti sztori, hogy tényleg voltak megkereséseim, és akár például a Szolnoknál lehetett volna lehetőségem, vagy vidéki csapatoknál, de leginkább egyébként a Fradi és a Szolnok között gondolkoztam, hiszen tudtam, hogyha tényleg az álmaim felé szeretnék eljutni, akkor egy nagy szintlépés kell, és ott meg kell állnom a helyemet, bármi van. Oké, valószínűleg nehezen fog menni az elején, de egy idő után valahogy majd sikerül. És hát végül nyilván én budapesti gyerek vagyok eleve sokkal, az már egy nagy tényező volt, hogy én szerettem volna itthon maradni. Tudtam, hogy ide fogok járni egyetemre, a családom is itt lakik. Illetve hát láttam, hogy a Fradinak milyen egyedülálló lehetőségei vannak, az, hogy tényleg eleve egy hatalmas klub, óriási történelemmel, arról nem is beszélve, de hogy van nálunk tényleg szerintem a legjobb kondiedző, pszichológus, dietetikusunk van, tényleg minden egyes szakember, masszőr, bárhova tudunk menni, gyógytornászról nem is beszélve, bármilyen sérülésünk van, tényleg olyan ellátást kapunk, amit szerintem máshol itthon még nem feltétlenül lehet megkapni, illetve arra nem is beszélve, hogy saját úszodánk van, bármikor lehet oda menni, edzeni, és mellette van konditerem is, amit szintén tudunk használni, illetve nyilván egy jó csapat volt, ott voltak olyan játékosok, akiken felnőttem, akár a Dumin és tényleg a Vincével, most nem akarok itt ilyen imádásokba belemenni, de tényleg nagyon, nagyon szerettük például az ő játékát, és vágytam arra, hogy akár pár évig egyszer valamikor együtt játszassak vele, vagy akár együtt edzessek. Úgyhogy azért voltak itt olyan tényezők, amik így nekem egyértelműen egy idő után a Fradi mellett szóltak, úgyhogy lényegében talán ezek, illetve hát nyilván Zsolt Bá szerepe is meghatározó volt. Most viszont nagyon komolyak voltunk, úgyhogy... Most poénkodunk? Most egy kicsi poénkodás lesz, így van, látom, érzed ezeket a dolgokat. Az a kérdés, hogy egy interjúban te azt mondtad, hogy annyira az úszoda az otthonod, meg minden, hogy te oda jársz aludni is edzések előtt. Ez a szokás, ez csak a hajósra érvényes, vagy a Népligeti úszodába is jársz néha aludni, vagy a hajósba jársz, és onnan mész a Népligetbe edzésre? Nem, hát a utánpótlás koromban tényleg szó szerint nagyon sokat aludtam az UVS-e toronyban, az ott van a 50-es mellett. Nagyon jó volt, mert én ide jártam a Szent Angélába, a gimnáziumba, és edzés előtt, hogyha megvoltam a tanulnivalókkal, akkor mit tudom én, később kezdtünk edzéssel. Én amúgy is egy nagyon-nagy alvó vagyok, imádok aludni, és akkor úgy voltam vele, hogy jó. Akkor bemegyek edzés előtt, egy-két órát levegszem, és olyan jókat aludtam, hogy ez hihetetlen. Már az emlékszem, Erzsi néni már így meg volt beszélve vele, és tudta, hogy jövök, akár a Vince is, ott egyébként tudtunk volna tanulni is. Az elején még úgy kezdődött egyébként, hogy akkor oda tanulni fogunk járni. És akkor el is kezdtünk tanulni, és aztán nyilván hosszú suli nap volt, akár volt reggel 6-tól edzés. Igen, elkezdtem tanulni, és ott volt mellettem az ágy, így mondom.
Csak egy kicsit lefekszem, nem fogok aludni. Minden, átfordítva. Edzésre késtél el így egyébként? Nem, szerencsére nem, de vagy hát igazából nem emlékszem, szerintem nem. De olyan, igen, olyankor emlékszem, hogy mindig kómásan keltem, és volt olyan, hogy véletlenül megcsúsztam, és szerintem ilyen 5 perc edzés előtt keltem fel, és akkor rohantam át a 33-asban, ahol éppen edzettünk, hogy voltak olyanok, ahol tényleg full kómásan kezdődött nekem az edzés. Illetve talán néha adódott olyan lehetőségünk is, hogy tudom én, este 10-ig volt majdnem edzés az UV-sem, és tudtuk, hogy másnap reggel 6-tól fogunk edzeni, és hogy megengedték, hogy akkor a toronyban ott aludjunk, és akkor ha másnap reggel meg csak oda le kellett sétálni az edzésre. Ezek alatt értettem azt, hogy sokat jártam oda aludni, de tényleg főleg ezek a délutáni alvások, ezek konkrétan mindennaposak voltak szerintem másfél éven keresztül. Úgyhogy az nagyon-nagyon jó volt. Most a Fradiban azért már nem jellemző ez. Olyan volt még az elején néha, hogy ott van egy hotel is egyébként a vidéki játékosoknak, vagy úgy értem a vidéki születésű játékosoknak, hogy például ott a hotelben tudjanak lakni, bent lakásos edzőtábor legyen, vagy nem is tudom, és én meg egyébként elég messze lakom, vagy így a családom Hűvösvölgyben, a Fraditól. Úgyhogy volt olyan, hogy az elején két edzés között megkértem, hogy én is hagyja aludjak ott a hotelban, vagy pihenjek, de most már azért ez nem jellemző. De volt olyan is, azóta meg nagy ritkán, hogyha elnézem az edzést, akkor emlékszem, van olyan, hogy lefotóznak a csapattársaim, hogy az autóban alszom, vagy a öltözőben, ott lefekszem a nem tudom, padra, és ott alszom, de ez most jóval ritkább esetek ezek. És akkor, ha ugye mondtad, hogy jöttök-mentek ide-oda, hosszú a szezon, ki hasonló a jó alvó, mint te a csapatba, kivel szoktál lenni szobába, és akkor elmentek mondjuk a final 8-re, majd most a BR-re, összekerültök, és akkor bementek edzés-alvás, vacsora-alvás, reggeli-alvás, edzések, meccsek, és utána csak alvás, vagy azért néha egy kis beszélgetés is belefér? Hát belefér beszélgetés is, meg azért nem tudom, hogy itt nézik-e a vezetőség ezt majd, ezt a podcastet, nem szabad meccs előtt olyan sokat aludni, mert akkor kómás lesz valaki. Egyébként nem is meccs előtt nem szoktam délután túlságosan túlzásba vinni, maximum egy fél óra, egy órát szoktam aludni, de azt is arra viszont szoktam figyelni legtöbbször, hogy azért 3 órával a meccs előtt minimum keljek fel. Ugyanakkor általában az Erikkel szoktam idén lenni, így lett a beosztás, illetve nyilván a UBS egy csapattársam volt, meg annó régen úsztunk is együtt, úgyhogy vele úgy megtalálom a közös hangot, tudok jókat aludni, nem zavar, szerencsére nem horkol, úgyhogy bár mondjuk én olyan mélyen szoktam aludni, hogy általában nem kelnék fel, de azért ez így még jobb. Tavaly annyi volt a különbség, hogy ugye Covid helyzet volt, és ott mindig egyesével voltunk a szobákban, ott nem volt, az volt a teljes Kánaán. Szóval ott addig aludtam, ameddig szerettem, volt egy nagy francia ágyam, úgyhogy ott azt hiszem, hogy igen, tényleg ott volt minden, amit csak szerettem volna. És a csapatban való beilleszkedés hogy ment? Mert azért az UVS-ében csupa fiatal játékos, közülük azért a kiemelkedő játékosokhoz tartoztál, a Fradiba meg megérkeztél egy mindent megnyert csapatba, ahol majdhogy nem mindenki világklasszis játékos volt, hogy úgymond a hierarchiába, hogy sikerült beilleszkedni, meg azért az első szezonban is, bár sokat játszottál és viszonylag jól sikerült. Hát az igazság, hogy az elején, vagy talán sőt az első évem sokkal nehezebb volt, mint az idei, már csak ebből a szempontból is, mert tényleg én ahhoz voltam hozzászokva, hogy az UVS-ében saját korosztálytársaimmal játszom együtt, illetve jó barátaimmal. Itt meg tényleg nem gondoltam olyan, hogy talán az elején ekkora nehézségeket fog okozni az, hogy itt sokkal idősebbek vannak nálam, akiknek nyilván most én 19 évesként mások az érdeklődési köreim, mint mondjuk egy 30 éves vagy 33 éves apukának már, úgyhogy meg minden megtapasztalt játékosnak. Úgyhogy tényleg ott szerintem ez nem voltam egyszerű helyzetben, illetve az egyedüli
úgymond jó, voltunk hárman fiatalok, a Nyíri Balázssal, illetve jött a Fekete Gergő, akivel nyilván jobban voltam előtte, de nem volt nagyon különösebb viszonyom, hiszen ő Debrecenben játszott, hogyha találkoztunk, vagy válogatott edzésen, vagy például meccsen, akkor úgy köszöntünk, meg ennyi volt, de nem volt különösebb kapcsolatom vele, és azért ez tényleg az elején nekem nehézségeket okozott, hogy hogyan is találjam meg. Hát meg nyilván, ahogy mondtátok, a hierarchiában is azért úgymond a fentről úgy lekerültem újra úgy az aljára, ami lényegében azért természetes volt, de hát azért az ezzel járó folyamatokon végig keresztül kellett menjek, hogy nehezebb volt az elején, kaptam is az idősektől, nyilván én is tettem azért, mert valószínűleg... Hát... Volt sok eset, lerövidítve, talán kicsit nagyobb lehetett az elején a szám, meg úgy nagyon bizalommal jöttem oda, és amúgy az elején jól is ment a játék is, de aztán úgy egyre inkább úgy valahogy ez így elfogyott az elendületem, és akkor kevésbé ment jól, illetve mellé tényleg ez nem tetszett az időseknek talán, hogy a kelleténél egy kicsit, nem is tudom, hát nem tetszett nekik az, hogy fiatalként valaki magyaráz mindenfélét össze-vissza, nyilván megértem, és valószínűleg én is ugyanígy járnék el később, bár azért fontosnak tartom, hogy mindegy, hogy... Nem, hogy tanuljunk a... Szóval szerintem azért az fontos, mert ők is azért példáloztak azzal nekem, hogy annő ők miket kaptak az idősektől, és hogy amikor ők voltak fiatalik, és hogy ez ahhoz képest semmi. És ezt megértem, és úgymond hálás vagyok, de ugyanakkor meg én azt is gondolom, hogy köszönöm, illetve hogy ez valahol az élet rendje szerintem, hogy azért tanulunk azokból, hogyha valaki valamit tett, ami nem tetszett nekem, amikor mondjuk én voltam fiatal, akkor igyekszem majd nem azt tenni, amikor én leszek az idős, és a fiatallal nem azt fogom csinálni, ami nekem annól nem volt jó. Így tud előrelépni a világ, nem csak, nem tudom, egy ilyen csapaton belül hierarchiával, hanem minden téren. Tanulunk egymás hibáiból, illetve saját hibáinkból. Én is tanultam, mert tényleg talán nem úgy jöttem ide, ahogy kellett volna, és voltak problémák, talán azért ezen dolgoztam én is, illetve azért a csapat is úgy alakult idénre, hogy sokkal fiatalosabb lett a csapat. Jött még, ugye például az Erik, a külföldiek is kicserélődtek, akikkel egyébként jobban voltam a tavalyiakkal nagyon, de hogy talán ők a mostaniak úgy még közvetlenebbek, és még jobban lehet velük haverkodni, viccelődni, illetve az idősekkel is talán meg lettek beszélve azok az apró félre. Nem voltak azért ezek olyan nagy gondok, nehogy azt gondolja valaki, meg én sem. Most itt lehet, hogy kicsit úgy adtam elő, mintha óriás letargiában lettem volna az elején, azért ez nem így volt. Nem vertek Lilára. Igen, Lilára nem vertek, azért volt olyan, hogy edzésen belül kaptam. Ütéseket, csapattást. Ami azért úgy meglepett az elején, aztán hozzászoktam, és meg hát mondom, valószínűleg minden éremnek két oldala van, úgyhogy én is most odajöttem, emlékszem, hogy ott egyből meg akartam mutatni, hogy én ügyes vagyok, és nem tudom, átrántam a XY-t, hát ez nyilván nem fog tetszeni neki, és akkor kaptam tanulópénzt. Ez így van, gondolkoztam azóta azért, hogy nyilván nekem se tetszene fordítva, de azért próbálok majd máshogy eljárni, hogyha én leszek idős. És akkor a második élethez egy kicsit átkötve, ahol hát azért eddig nagyon nagy sikereket értetek el. Magyar kupa győzelem, magyar bajnoki cím, és még előttetek van egy BL. És a magyar kupához egy kicsi kérdés, a fogadásvesztés volt a tűzura tárgya, vagy... Nem. Az igazság, hogy ez még az akár az UVS-ével visszakötető, mert többször felmerült, hogy nyára levágjuk a hajunkat. És amúgy itt elnézést is kérek az annó UVS csapattársaimtól, de volt olyan, hogy én kibekeltem az utolsó pillanatban, hogy na jó, én mégsem vágom le.
mert úgy látva őket is, hogy ők hogy néznek ki, nem tudom. Meg valahogy úgy voltam vele, meg mentem ki Amerikába, gondoltam, hogy csak nem megyek ki kopaszon Amerikába, úgyhogy ezekből így kibekeltem, de azon kívül meg úgy vonzott, vagy úgy kíváncsi voltam, hogy hogy állna. És akkor így játszottam a gondolattal, és akkor nem is tudom, ugye volt nyáron junior VB-nk, és akkor utána amúgy is az ott nyilván eléggé nehezen éltem meg, az egy elég nagy csalódás volt nekem, és akkor valahogy úgy voltam vele, hogy most nem izgat. Egyébként ott nem izgatnak úgymond ilyen jobban külsős tényezők, nem tudom, és egyébként ott mondom az Instagramról, meg elég sok helyről le is töröltem magamat, meg úgy nem akartam úgy nézelődni egész hosszú ideig, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor most nem úgy kipróbálom, miért ne. Egyébként elég nagyon hamar visszanőtt, mert ezt nagyjából ilyen nem is tudom, október legelején vágtam le, és a Magyar Kupán még ott már az ilyen, ott pont az volt, hogy már ilyen elég idétlenül állt. Így őszintén viccelődtek a Manóék velem, hogy úgy nézek ki, mint egy Lego figura, akire csak így ráteszik azt a, tudjátok, azt a hajat. És tényleg kicsit úgy néztem ki. Egyébként nagyon szerettem, nyilván nagyon kényelmes volt vízilabdásként, meg amúgy szerintem nem állt olyan rosszul az elején, amikor le lett vágva, és akkor még úgy gondozva volt. Aztán, hogy így elkezdett nődni, nyilván olyankor így hülyén nő egy idő után, és akkor talán a Magyar Kupa után volt az, hogy egyébként vicces volt, mert ott magamnak vágtam, akkor ott meg kipróbáltam, hogy na, akkor mit tudok én? És akkor tök jól sikerült, nyilván a barátnő meg anyukám még segített hátul egy kicsit megigazítani, és akkor úgy el voltam vele. És akkor azóta meg, de tényleg nagyon hamar viszonylag tetszett is, úgyhogy gondolkozom egyébként majd újra valamikor egy ilyenre bele. Gondolkozom most köpni, vagy csak hogyha megjön a kedve? Ha megjön a kedve, nem szeretnék fogadni ilyenekben. Egyébként, ha nem fogadunk vele? Miben? És mit adtok fordítva? Te olyan meg mi a tét? Hát nem, mind a kettőt akkor. Hát én csak úgy megyek vele. Nem baj, akkor találjunk ki valami mást. Szerintem betalálják is előtt. De én olyan akarom mondani, amire elég nagy az esély. Jó, majd a végén. Majd a végén. Ha eszembe jut valami jó, akkor... Nem, eszembe van, annál jobb nem fog eszembe. De óvatosan azért, mert... Szerintem is. Mert ezért itt vannak nézők, meg ki tudja, hogy milyen kérdés ez. Most érszik, mert tudtuk, akkor második fel is év. Az milyen volt így, hogy a sikerek megvannak, a Magyar Kupa az megint sikerült, úgyhogy már van kettő bajnok, magyar bajnoki bolt, az színesítettek, lett egy arány, és hogy értem meg? Hát jó, első...